Hallom. Nézd, bárhogy is legyen, a nevét akkor is viselnie kell. Te vagy doktor San Román felesége. Így kénytelen a nevét adni a gyereknek. Nem, Kande. Én nem vagyok Juan Miguel felesége. Már ki is mondták a válást? Nem azért. Akkor? Juan Miguel szerint a házasságunk érvénytelen. Sosem volt érvényes, és soha nem voltunk férj és feleség. Mert a felesége, akiről mindenki azt hitte, hogy már rég meghalt, előkerült. Él és virul, nem halt meg. Tessék! Jaj! Ez lehetetlen! A felesége életben van! Igen, Kande. Jaj, Istenem, jaj! Jaj! Cecilia örült, hogy belénk rúghatott, hogy megbánthatott. Elvesztettünk mindent. Újra dolgozni. Dolgozni kell majd. Újra nélkülözni. Vár a nyomorúság. A nyomorúság, amiről azt hittem, hogy vége. Igen. Talán még nincs minden veszve. Hogy gondolhatsz? Még most is erre. Most rögtön el kell mennünk. Cecilia, most biztos mindent elmond részletesen Patriciónak, és akkor nekünk... Én feláldozhatom magam, érted? De csak egy feltétellel. Ha utána nem hagysz engem magamra, ha segítesz nekem, és megadsz nekem mindent, amire szükségem van. Nem értem. De, hogy ne érteni? Szerencsére te nem szóltál egyetlen szót sem, kicsim. De Cecilia, tudja... Hallgass meg, mindjárt elmondom, hogy mit kell mondanod. Így legalább te megmenekülsz. Nézd, kislányom, ami történt. Értsd meg, hogy nem, Kande, nem! Hogyha Juan Miguel és én nem lehetünk házasok, ha nem adhatja a nevét a gyerekének, ha nem adhat gyerektartást a gyerekének, akkor a gyerek egyedül lesz, apa nélkül. De hogy akarod eltitkolni ezt a terhességet, Maricsúj? Egyelőre még nem tudom. Végig kell gondolnom. Meg kell találnom a módját. Jaj, kicsim, de hát... Nézd, esküszöm erre a keresztre, hogy Juan Miguel soha nem tudja meg, hogy ez az ő gyereke. Esküszöm neked, Kande. Nem. És amikor a legkevésbé sem vártam, találkoztam azzal a pappal, akinek odaadtam az újszülött lányomat. Hol? Ma az árvaházban, a tombolán. Az árvaházban? Ő az Anselmo Vidal, akiről mondtam, hogy van egy megérzésem, hogy találkoznunk kellene, és hogy... Én is ismerem. Egyszer járt itt a házunkban. De ő és én azóta nem találkoztunk, nem láttuk egymást. Úgy néz ki, Isabella mindig megakadályozta ezt. Anselmo atya ismeri a történetét annak a gyereknek, akit a kezébe adtam. Lépésről lépésre követte az életét, úgyhogy hinnem kell neki. És biztosított róla, hogy Estefania nem a mi lányunk. De akkor ki a mi lányunk, Cecilia? Kicsoda?